leégett a házuk, összefogás a pusztaföldvári párért. Diákok nyújtották karjukat véradás a Kossuth szakképzőben. Hagyományok, ízek, pálinka zsűrizéssel kezdődött a rendezvény sorozat. Jó estét kívánok, ez az Orosházi Városi Televízió híradója, február 15-én, pénteken. Köszöntöm a kedves nézőket, jövünk a részletekkel. Teljesen leégett, lakhatatlanná vált egy fiatal pusztaföldvári párháza. A hihetetlen összefogásnak köszönhetően Gregsa Krisztiánék már az újrakezdésen dolgoznak, jelenleg állataik sorsáért aggódnak a legjobban. A Lacika meg fölhívott, hogy hol vagyok, és egyből mondta, hát mondom, itt vagyok a faluba fönt, azt mondja, hogy menjél haza, azon a ég a házatok. Pillanatok alatt megtörtént a baj pusztaföldvár szélén egy családi házban. Gregsa Krisztián, a ház tulajdonosa, éppen ezt meséli a teljesen leégett ház romjai mellett. Párjával együtt hatalmas szerencséjük volt, hogy nem tartózkodtak az ingatlanban, hiszen az mindössze 20 perc alatt lakhatatlanná vált. Csak összetört ablakok, kormos, megrogyott, az oltástól átázott falak maradtak. Ezt a házat nem igazán éri meg felújítani, mert elég sokba kerülne. Tehát majdnem ugyanannyi, mint hogyha egy új ingatlant épít az ember, mert annyira tönkrement. Most egy komfort nélküli házban élnek párjával pusztaföldváron. Hétvégén jön a családja, és segítenek minél otthonosabbá tenni környezetüket. Emellett országos összefogás alakult ki, melyet Török László, amert adni jó, segítsünk együtt jótékonysági csoport önkéntese koordinált. Az egyik legnépszerűbb közösségi portálon is sorra érkeztek a felajánlások, ruhák, berendezési tárgyak, építőanyagok. Kollégái is gyűjtésbe kezdtek, már 130 ezer forint gyűlt össze, amelyhez munkáltató cége Alina már is hozzájárul majd. Nem tudom hirtelen megmondani, hogy hány-hány nagyon távoli városból is jöttek, hogy segítenének szívesen ezzel, avval, amivel tudnak, ki mivel tud. Idős emberek, picit csak hogy legyen a kis párnak valamije. Vállalkozók, tehát hihetetlen összefogás. Ő Daisy. A fehér csikó mellett a fiatal párnak 4 lova és 6 kutyája van. Értük aggódnak a leginkább. A lovakat Krisztián egyik barátjánál helyezték el, ahol tető ugyan van a fejük felett, de nyitott, ami az éjszakai mínuszok alatt nem szerencsés. A megfelelő fedett hely kialakításához bármilyen faanyagot, gerendát, fóliát várnak. A kutyák ideiglenes elhelyezéséhez kerítés vagy kennel jönne jól, ezentúl pedig várják a vállalkozók felajánlásait, és a kétkezi segítségre is mindig szükség van. Aki úgy dönt, hogy anyagilag vagy bármilyen módon támogatná a szerencsétlen helyzetbe került fiatal párt, a 0670 944 2506-os telefonszámon keresse Török Lászlót. Február 14-én tartott nyílt napot az Orosházi Eötvös József Katolikus Általános Iskola. A tanítási órákat követően az intézmény sportcsarnokában gyűltek össze a diákok, ahol a különböző sportágak bemutatásával igyekeztek növelni a látogatók érdeklődését. Leendő iskolásokkal és szüleikkel telt meg február 14-én az Eötvös Iskola sportcsarnoka. Ekkor rendezték ugyanis az intézmény sportbemutatókkal egybekötött nyílt napját. A sportágok bemutatását megelőzően először az iskola mind a 16 osztályában bemutató órák látogatására nyílt lehetőségük az érdeklődőknek. Az első két órában mind a 16 osztályban bemutató órákat tartottak a kollégák, ahova szülőket vártuk, és különösen fontos ez a leendő első osztályos tanítók esetében. Ez a második rész, amire most kerül sor, ez a sportiskolát mutatja be, csak az Eötvös Iskola tanulói mutatják be tudásukat azokban a sportágakban, amelyekben nálunk edzenek. A nyílt nap második részét képező sportbemutatókat a Silver Tánc Sport Egyesület nyitotta, akik számos szép eredménnyel büszkélkedhetnek. Ezt követően az iskola igazgatója Bicsánszki József ismertette a felvételi eljárásrendet, bemutatta a legfőbb iskolaválasztási szempontokat és a leendő első osztályok osztályfőnökeit. A köszöntéseket követően a bemutatók is megkezdődtek. Mivel sportiskola, a Eötvös Iskola, a különböző sportágakból kapnak egy kis ízelítőt, egy rövidített óra keretébe a gyerekek. Láthatunk atlétikát, cselgáncsot, birkózást, tornát, láthatunk táncot, sakkot és a két vezető labda sportágat, a kézilabdát és a labdarúgást. A sakkozók zenés táncos produkcióját és az úszók eredményeinek ismertetését az atlétika, a torna, a judó és a birkózás képviselőinek bemutatói követték.
Fontos újítás volt az elmúlt évek sportnapjaihoz képest, hogy idén csak az iskola tanulói tartották meg a bemutatókat, külsősök nem vettek részt benne. A két legnépszerűbb labdajáték, a futball és a kézilabda képviselőinek produkciója után a nyílt nap végül egy szülői fórummal zárult. A Magyar Vöröskereszt orosházi területi szervezete települt ki február 13-án a Kossuth Lajos szakképzőiskolába. Kezdeményezésük sikeresnek bizonyult, hiszen a 18. életévüket már betöltött diákok és tanáraik közül is sokan döntöttek úgy, hogy segítenek. A szokottnál is többen gyülekeztek február 13-án a Kossuth Lajos szakképzőiskola földszintjén. Az intézménybe ugyanis első alkalommal a Magyar Vöröskereszt orosházi területi szervezete települt ki, és szervezett véradást az iskola tanulói, illetve tanárai számára. A Vöröskereszt néhány hónapja kereste fel intézményünket, hogy szeretne egy ilyen kitelepült véradást szervezni. Nagyon örültünk ennek a kezdeményezésnek, és így ez az első alkalom, hogy ilyen kitelepült véradás van intézményünkben. Reméljük, hogy majd még lesz ilyen. A véradás szabályokhoz volt kötve, az iskola tanulói közül csak azok vehettek részt benne, akik már betöltötték 18. életévüket, rendelkeznek érvényes tajkártyával, valamint testsúlyuk meghaladja az 50 kg-ot. Ennek ellenére sokan segítettek, hiszen 50-nél is több véradót számoltak össze. Fontosnak tartom, hogy akinek lehet lehetőséget adni így, hogy mondjuk nincs vér, vagy műtét után kell neki vér, és így fontosnak tartom, hogy adakozzak. Az ötlet sikere és a diákok érdeklődése miatt így nem kizárt, hogy rövid időn belül ismét kitelepített véradás helyszínéről szolgálhat a Kossuth iskola. Felújítják a majd egy évtized alatt elhasználódott műfüves pályát az Ötvös iskolában. A beruházás költségeit az önkormányzat és az OMTK ULE labdarúgó klubálja. Az egyik kapu előtt felszakadt néhány síkban az Ötvös iskola műfüves pályája, de a büntetővonal is egy mélyedésben található már. A talaj rendkívül elhasználódott, a fűben található granulátum kikopott, és a magassága is csökkent az elmúlt évek alatt. A katolikus iskola vezetése tavaly előtt kereste meg az OMTK ULE labdarúgó egyesület elnökét, illetve ezzel párhuzamosan az önkormányzatot a szükséges korszerűsítés miatt. Egy teljes pályacsere van benne, tehát ez a régi fű innen lekerül, új tükör kerül elkészítésre. Magyarországon másod ízlen, hiszen első ízben hozzánk az ULE pályára került ki az úgynevezett BÉZ rendszer, amit már az Unióban és Amerikában alkalmaznak, a műtéscsillapító üzületkímélő rendszer. Az kerül még alá pluszban, és egy teljesen új műfű, új granulátumföltöltés, tehát egy teljesen új pálya kerül megvalósításra. Megtudtuk, a beruházás költsége 12 millió forint. Ebből az önkormányzat 5 millió forintot áll, a fennmaradó 7 millió forintot az ULE TAO forrásból fedezi majd. Bojtor István szerint a város életében meghatározó a sport, éppen ezért a tavalyihoz hasonlóan idén is mintegy 120 millió forintot szavazott meg a képviselőtestület a legutóbbi testületi ülésén a helyi egyesületek támogatására. Az alpolgármester úgy véli, az ötvös iskolai beruházás az egyesületi edzések mellett a tömegsport és az iskolai foglalkozások miatt is fontos. Olyan egyesületünk is van, amelynél több száz gyerek sportol, lásd itt például az ULÉ-t vagy a kézilabda egyesületeket, de olyan egyesületünk is van, ahol ugyan kis létszámról beszélünk, de mégis nagyon lelkes és kitartó brigádról beszélhetünk, és ők is folyamatosan szállítják és hozzák az eredményeket. A felújított pálya karbantartása és üzemeltetése a labdarúgó egyesület feladata lesz majd. Ezzel együtt a bevétel a klubot illeti, de ezt karbantartásra fordítják majd. A Ficsor Zoltán által vezetett Ficsor cukrászda, valamint a Pityuk János által megálmodott Kék ne felejts cukrászda is helyet kapott abban az országos kiadványban, amely a magyarországi cukrászdák és kávéházak közül válogatta ki, és mutatja be a legnépszerűbbeket. Mindkét cukrászmester csapatának köszöni az elismerést. A Szegedi Nemzeti Értékek kiadó gondozásában megjelent több mint 400 oldalas kötet, az eddigi legátfogóbb összefoglaló a hazai cukrászdák, illetve cukrászipari termékeket forgalmazó kávéházak világából. Közel 100 portrét tartalmaz, köztük Ficsor Zoltánét és Pityuk Jánosét, akik négy másik Békés megyei cukrásszal együtt kerültek a könyvbe. A velük készült interjúkban mesélnek szakmai életútjukról, motivációjukról, napi munkájukról, jelenlegi és jövőbeni céljaikról. Mindketten azt mondják, bár büszkék arra, hogy méltónak találták őket a bemutatásra, legfontosabb számukra továbbra is a cukrász szakma művelése, az alkotás élménye, az állandó minőség. Pityuk János megfogalmazása szerint mindez szép, amikor az ízeket összekombinálják, alkotnak valamit, amiért cserébe még szeretetet is kapnak, annál nem kell jobb érzés.
A pálinka verseny zsűrizésével csütörtökön kezdetét vette az Orosházi Hagyományok Ízek verseny rendezvény sorozata. A zsűrizés először az esemény történetében nyíltan zajlott a Művelődési Központ Bubik termében. A Hagyományok Ízek verseny elindulása óta szerepel a programban a házi pálinkák versenye, és nagy fejlődésen ment keresztül a rendezvény ezen része. A kezdetek óta nemzetközivé vált a pálinka mustra. Mintákat hoztak Erdélyből, akkor Vajdaságból, Felvidék Szlovákiából, és hát természetesen Magyarországról. Magyarországnak szinte minden részéből hoztak, csak mondjak egy pár helyet, amik ilyen távolabbi, Borsod, Szirák, vagy Baranya megyéből, Hosszú Etény, Budapestről. A beérkezett mintákat 5 egyenként 3 személyes zsűri bírálta el a Magyarországon érvényes 20 pontos minősítés szerint. Mindenképpen a pálinkákat és a pálatokat az íztisztaság, illat, karakter, harmónia, illat, íz és minden egyéb, amit a pohárból mit tudunk mérni, a gyümölcs jellegzetes illatokat, ízeket és tisztaságát, hogy az a tecefrézési hibából adódott, vagy lepárlási hibából, vagy esetleg a egyéb dolgok, ami műanyag tartályba tartották. 14 és 16 pont között bronz, 16 és 18 pont közt ezüst, e felett aranyminősítést kaphatnak a beküldött pálinkák. Ezen felül minden gyümölcsfajtából, amelyből legalább 10 minta érkezett, a zsűri odaítéli a legjobbnak a fajta győztes címet is. A zsűriknek ezen a napon is nehéz dolga volt, elég, ha csak a bírálandó párlatok 243-as számára pillantunk, de sok igen finom pálinka is érkezett, közülük sem volt egyszerű kiválasztani azokat, amelyeket a március 2-ai eredményhirdetésen éremmel jutalmaznak. Híradónk végén sport, kickbox. Különleges elismeréssel egyben új feladatkörrel jutalmazták Puravec Péter elhivatottságát. A Kontakt KTHE kickbox csapatának vezetőedzője, a hazai szövetség formagyakorlati szakág vezetőjeként igyekszik népszerűsíteni sportágát, nemrég tapasztalatszerzés és új elemek elsajátítása céljából az Egyesült Államokban járt. Fontos feladatot kapott tavaly év végén Puravec Péter. Az orosházi Kontakt KTHE kickbox csapatának vezetőedzőjét a formagyakorlati szakág vezetőjének kérte fel a Magyar Kickbox Szövetség. A versenyek rendezése mellett tapasztalatait is szerette volna bővíteni ezen a téren, januárban ezért 10 napra az Egyesült Államokba utazott. Nem igazán volt formagyakorlat versenyző Magyarországon, ugye én voltam az él, illetve az úttörője ennek a szakágnak, és innen jött a megkeresés, hogy ha már én azt én viszem, akkor mi lenne, ha kinevelném az utánpótlást, és erre kaptam ezt a felkérést, tekintve, hogy már nem vagyok az a nagyon-nagyon fiatal, ugye 18 éves, és még fiatalabb, innentől kezdve koromnál fogva is adódott ez a lehetőség, hogy elvállaljam ezt a dolgot. A kimerítő edzések során pusztakezes és a karddal végzett technikákat gyakorolták, de az akrobatikus rugások során is igyekezett fejleszteni hiányosságait, a több hollywoodi filmben is kaszkadőrként közreműködő edzője segítségével. Minden szempontból pozitív tapasztalatokkal érkezett haza, célja, hogy minél előbb átadja a külföldön elsajátított tudást a magyar mezőnynek. Én azt gondolom, és nem vagyok egyedül ezzel a felvetéssel, hogy Európában még gyerekcipőben jár ez a formagyakorlat, és az amerikaiak azok jó 20 évvel előttünk vannak e tekintetben. Ezt szerettük volna Magyarországra és Európába is behozni, és úgy néz ki, hogy elindult egy hosszú tanulásnak a folyamata, aminek az első állomása az a idei évben az amerikai látogatás volt. Az Orosházi Egyesület versenyzői 3 formagyakorlati versenyen is részt vesznek a következő hónapban, de rendezőként is vendégül látják a magyar bajnoki döntő mezőnyét. Itt kiderül, kik indulhatnak majd a szakág világ és Európa bajnoki megmérettetésein. Hírműsorunk végén lássuk még egyszer a legfontosabbakat röviden. Leégett a házuk, összefogás a pusztaföldvári párért. Diákok nyújtották karjukat véradás a Kossuth szakképzőben. Hagyományok, ízek, pálinka zsűrizéssel kezdődött a rendezvény sorozat. Ez volt a Városi Televízió híradója február 15-én pénteken. Friss hír összefoglalóval kedden jövünk legközelebb, addig olvassák az Orosz Kafét. Munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további minden jót kívánok a viszontlátásra.